Köszöntöm nézőinket, dicsértessék a Jézus Krisztus! Önök a Pécsi Egyházmegye Hitvallás című műsorát látják, tartsanak velünk! A közösség építése már az ő feladatuk lesz, pünkösd vasárnapi bérmálás Pécsen. Új központ a szenvedélybetegek kezelésében, egyházi segítséggel újult meg a Rév központ Szekszárdon. Különleges szülői értekezlet, a Pécsi Egyházmegye papjainak szülei találkoztak. Tóbiás segít a gyerekeknek könnyebben megérteni az evangéliumot, bábos diákmisék Pécskertvárosban. Pünkösd a Jézus feltámadása utáni 50. nap, a Szentlélek eljövetelének napja. Pünkösd vasárnap, melyet idén június 5-én tartott az egyház, Felföldi László megyés püspök mutatott be szentmisét a pécsi székesegyházban, ahol 27 fiatalnak szolgáltatta ki a bérvállás szentségét. A pécsi egyházmegyében a pünkösdi ünnep hagyományosan évről évre kiegészül a székesegyházban történő bérmálással. Így volt ez idén, június 5-én vasárnap is, amikor a székesegyházi plébánia területén működő iskolák diákjai kiegészülve néhány felnőttel járultak a szentséghez. Felföldi László megyés püspök a bérmálkozókhoz, bérmaszülőkhöz és családtagjaikhoz intézett elmélkedésében hangsúlyozta a bérmálkozást szentségének kiszolgálását. Szolgáltatása a közösség ünnepe. Beszédében elmondta azt is, hogy a felkészülési időszakban arra kérte a bérmálkozókat, hogy írjanak egy levelet, melyben szívük-lelkük valódi üzenetét osztják meg vele. Isten úgy teremtett bennünket, úgy alkotta szívünket, lelkünket, hogy közösségben éljünk. Ezért nagyon kérlek benneteket, találjátok meg azokat a gyönyörű emberi, keresztény közösségeket, családoknak is ez a legnagyobb feladat. Az egyik bérmálkozó gyönyörűen ezt a vágyát, ezt az igényét így fogalmazza meg. Jó azzal a tudattal élni, hogy nem vagyok egyedül. És mindig lesz egy család, aki mögöttem áll. Egy család, ahol nem néznek ki téged a sorból, ahol elfogadnak, ahol szeretnek, úgy, ahogy vagy, és ahol megbocsájtanak. Ha az élet új akadályt állít elém, átsegít, ha mély ponton vagyok, megvigasztal és megvéd. Köszönöm, aki ezt leírta. Mindnyájunk szíve erre vágyik. A jövőben ezt a közösséget már nektek kell megteremteni. A megyés püspök azt is kérte, hogy a bérmálkozók hozzák magukkal azt a tárgyat, mely hitük egy meghatározó pillanatára emlékezteti őket. Ezek között akadt elsőre furcsa eszköz is. Én ezt a kisebbecske kalapácsot hoztam el, és tennap hallottam egy nagyon jó történetet, ahol egy családban a kisgyerek azt mondta, hogy amikor meghalunk, minket egy kalapáccsal temetsenek el. És amikor a szülők visszakérdeztek, hogy miért, azt mondta, mert Jézus elmegy, hogy helyet készítsen nekünk. És hogy ebben kell nekünk segítenünk, hogy annyira fantasztikusan lenyűgözött ez a történet, hogy már ilyen kisgyerekként is társrészese akar lenni ennek az előkészületnek, és hogy igen, mindenkinek megvan a maga kalapácsa, hogy itt a földön készítsük a saját és mások helyét a mennyben, és én hiszem, hogy mindenki tud élni ezzel, és én nekem ezt szimbolizálja. Farkas Péter egy szőlőtőkét hozott magával. A bérmálkozáshoz egyszer felnőttként vezetett el engem a Jóisten feleségemmel együtt, és hát püspök atya nagyon aktívan bevonódott a felkészülésünkbe, úgyhogy kértelünk egy személyes levélírást, ami nekünk is jó volt. Jó volt ezt írásban összeszedni, valamint, hogy egy szimbólumot, egy attribútumot válasszunk, ami valahogy jelképezi, ami Istenhez való kötődésünket, és én egy szőlőtőt választottam, azért, mert hát ha megnézik, látszik, hogy ilyet ember nem alkott.
ilyet csak a természet tud alkotni, azt hiszem, és a természet pedig az jó Istennél lakik. És azt hiszem, hogy ez így számomra legalábbis egy bizonyosság, hogy Isten létezik, hogy Isten teremt, és hogy szeret minket, mert szépségekkel vesz körül. Június 5-én összesen 27-en bérmálkoztak. Felföldi László megköszönte a papoknak és a hitoktatóknak a szolgálatát, mellyel a bérmálkozókat felkészítették, és külön köszönetet mondott a szülőknek azért, hogy lehetővé tették gyermekeik számára a bérmál szentségéhez járulást, hiszen, mint mondta, sokak életében ez a legfontosabb erőt és gazdagságot jelenti. Hosszú sorban több százan vettek részt az úrnapi körmeneten Pécsen. Idősek, fiatalok, gyermekek kísérték végig az oltári szentséget a katolikusok főünnepén. A szentmisét követően a belváros templomait és a főteret érintve vonultak végig a hívek. A rendszerváltás óta ez volt a leghosszabb körmenet a Baranyai megyeszékhelyen. Az úrnapi körmenete szentmise előzte meg a pécsi székesegyházban. Ezt követően több száz hívő vonult ki a déli főkapun Felföldi László pécsi püspök és Szép Attila hivatal vezető püspöki helynök vezetésével. A belvároson átinduló körmenet első állomása a Domtéren a püspöki palota előtt volt. A hívők között idősek, fiatalok, gyermekek is részt vettek a pandémia óta első alkalommal megtartott úrnapi körmeneten. Szeretnénk volna együtt eljönni és együtt szórni a virágot. Igen, mert én voltam első áldozó, és akkor rászedtem a Zoét, hogy ő is jöjjön el. Van, aki ezen az úrnapi körmeneten pótolta egy korábbi elmaradt egyházi rendezvényen való részvételét. Lelki megnyugvást jelentett számára. Hát nem tudtam elmenni az eukarisztikus kongresszusra, és itt meg itt tudok lenni, és az egyházat, nagyon szeretem az Anya Szent Egyházat, és szeretem Jézus Krisztust, és ezért jöttem el. Egy katolikus hívőházas pár férfi tagja is elmondta, feleségével miért jöttek el erre a szép egyházi ünnepre. Szerintem ez egy nagyon szép tradíció, amit az egyház mint lehetőséget ad, hogy nem csak a templomon belül, hanem a templomon kívül is egy kicsit, mint katolikusok megmutassuk magunkat, és hirdessük Isten igéjét, és ezért is veszünk többek között részt rajta. Ez az idősebb asszony erős hittel érkezett, fontos számára az oltári szentség ereje. Ma ez már a második körmenet, amelyiken részt vesz. A Búza kis közösség tagja Kertvárosban, de mivel itt lakik a belvárosban, ezért most erre is eljött. Katolikus vagyok, tehát természetes, hogy ezen részt veszek, és hát hiszek Jézusnak az oltári szentségbe való jelenlétében, és ez az ő ünnepe, akkor én azzal bizonyítom, hogy ide tartozom, illetve hiszem ezt, hogy részt veszek ezen a körmeneten. A második állomás a ferencesek templománál volt. Itt is felolvastak az evangéliumból. Zenei kísérettel tovább haladt a menet a ferencesek utcáján. Az úrnapi körmenet eredetébe Szép Attila hivatalvezető püspöki helynök avatott be. Az ünnep még az utolsó vacsorában gyökerezik, mondta az atya. Amikor Krisztus kenyeret és bort vesz a kezébe, megáldja, szétosztja, és azt mondja, hogy ez az én testem, ez az én vérem, és ezt cselekedjétek az emlékezetemre. Ezt ünnepeljük minden szentmisében. Ez az ünnep van nagy csütörtök estéjén. De olyan mély tartalmú ez az ünnep, hogy nem fér bele egyetlen ünneplésbe, ezért ünnepeljük ilyenkor úrnapján is. Az ünnepnek az eredete nem olyan régi, 800 éves csak. Ahhoz képest, hogy 2000 éve élt Krisztus. Mégpedig egy ágostonrendi apáca, Julianna nővér, egy látomást látott. Látta a teliholdat, és úgy látta, hogy valami hiányzik belőle, még nem teljes a hold. És úgy értelmezte, hogy hiányzik egy ünnep még az egyházi esztendőből, mégpedig Krisztus testének és vérének az ünnepe. 20 évig ő el sem meri ezt senkinek mondani, hogy milyen látomása volt, akkor tesz erről említést, és mintegy 100 év telik el, mire ez ünnep lesz az egész egyházban. Nagy csütörtökön inkább a közösséget ünnepeljük, a vacsora, a lakomai jelleget. Ilyenkor azonban, mivel már az első időktől kezdve őriztek meg átváltoztatott kenyeret, szentostját, hogy a betegeket tudják ebben részesíteni, ilyenkor inkább az imádásra,
a szentségimádásra helyeződik a hangsúly. Ezt láthattuk a körmenetben is, amikor az oltári szentséget körbehordoztuk a belváros utcáin. Imádkoztunk és kértük az Úristen áldását azokra, akik részt vettek a szentmisében, a körmenetben, de ha megfigyelték, mind a négy égtáj fele rajzoltuk az áldás jelét a szentséggel, azaz mindenkire, aki itt lakik, erre jár, éppen szórakozik, vagy éppen kirándul, mindenkiért fohászkodtunk. A rózsaszirmoknak is különleges szimbóluma van, amelyeket útközben szórnak a hívek. Az oltári szentségnek az imádása nagyon hasonlít arra a hódolatra, amit megadunk a földi uralkodóknak, királyoknak. Az, hogy különböző szőnyegeken járhatnak, az, hogy csüngő szólhat, az, hogy díszes ruhákat használunk, mindez az uralkodói szertartásokból vette az eredetét, mert azt mondjuk, hogy a legfőbb király, a legnagyobb uralkodó van közöttünk, és megadjuk neki is azt a tiszteletet, imádást, amit tiszteletet megadunk mondjuk egy földi királynak. A rózsaszirmok szórása is ezt jelképezi, mint egy szőnyeget terítünk le. Kicsit emlékezünk Jézusnak a jeruzsálemi bevonulására is, ahol szamár háton vonul be, ott is ruháikat tették elé, hogy mégis szépen tudjon bevonulni. Ezt a tiszteletet jelképezik a rózsaszirmok is. Nálunk rózsaszirmok, mert ilyenkor van rózsaszirom bőven, és ezt tudjuk szórni. Az oltári szentség a katolikus egyház főünnepe. A rendszerváltás óta ez volt a leghosszabb körmenet a Baranyai megye székhelyen, a pandémia óta pedig az első alkalommal tartották meg. Négy helyszínt érintettek, a Domtér, a Ferencesek temploma, az Irgalmasok templom, a Széchenyi téren a Szent Háromság szobor. Végül a belvárosi templom előtt fejezték be a körmenetet. Pályázati forrásból és a Pécsi Egyházmegye támogatásával alakították ki a RÉV szenvedélybeteg segítő szolgálat új épületét Szekszárdon. Egyre több emberben felmerül a segítő szándék, hiszen mindenki életében van olyan helyzet, amit nem tud egyedül megoldani, fogalmazott Felföldi László pécsi megyés püspök. Felföldi László pécsi megyés püspök előadása jelentette a megnyitót a RÉV szekszárdi új székhelyén. A segítés szándékában az egyháznak, a RÉV szolgálatnak azonosak a törekvései, mondta. A Caritas és a Pécsi Egyházmegye közös támogatása és sikeres pályázata eredményeként jöhetett létre az új központ. Az Isten így teremtett bennünket, egymásra bízott. Mindenkinek erre van szüksége, csak van akinek jobban. Mindjárt rászorulunk, hogy emberek mellettünk álljanak, segítsenek, találkozzunk, behaladjunk az úton. Csak vannak az életben helyzetek, ahol már egyedül nem tudok kijönni. Egyedül már nem tudok fölemelkedni, egyedül már nem tudok rá csodálkozni, hogy de tényleg létezik az én életemben a valóságnak a jósága és szeretete, és hogy képes vagyok rá. Na, ezt a kettőt kell megmutatni és segíteni, hogy menjen, mint amikor a gyereknek fogjuk a kezét, hogy képes vagy menni, így indul el. Mindjárt így indultunk el. Fogták a kezünket és elmentünk. Néha újra eznek meg kell valósulni. Hogy kezdődik, úgyhogy szeretet hiányos az életem. És akkor utána elkezdek valamit kell segíteni ezen a nyomorult érzésen, és akkor utána magával ránt lefelé. És amikor visszintesen keressük, hogy ugyanazt, amit már az életünkben 6-szor kipróbáltunk, és rájöttünk, hogy nincs benne teljesség, és mégis ugyanott keressük, ez a zsákutca. A szolgálat 1999 óta segíti a szenvedélybetegeket, és az elmúlt esztendőkben már látszott, a régi telephelyük nem alkalmas az egyre szélesebb feladatkörök ellátására. 15-16-ban fogalmazódott meg először a gondolat, hogy kinőttük a Munkácsi utcai ingatlant, és elkezdtünk gondolkodni akkor még a Caritas elnökasszonnyal, hogy mit csináljunk. És volt annyi alaptőkénk, hogy azt mondtuk, hogy elkezdünk házakat nézni Szekszárdon. És 17-ben, ugye akkor még nem indult meg annyira, nem szaladtak el a házárak, 17-ben vettük meg ezt az ingatlant. És elkezdtünk először csak így kicsit szerényen, aztán egyre jobban, egyre inkább a tervezővel tervezni, és akkor mertünk egy nagyot álmodni, és időközben pedig elkezdtünk tárgyalni az egyházmegyével, hogy át tudnak-e bennünket lenni. Hiszen ahogy folyt az idő múlásra, látszott, hogy ezt Caritas alapítvánnyal nem tudjuk fölépíteni ezt a házat. A kapacitás nőni fog. Így van. Egyrészt jobban elkülönülnek a szolgáltatások, jobban elkülönülnek az aktív szerhasználók és azok, akik a leállási fázisban vannak.
És így azt gondolom, hogy a személyre szabottabb, szükségletalapúbb lesz az ellátás. És azt gondolom, hogy így ez mindenféleképpen mindenkinek kedvező lesz. Az egyháznak van célzottan programja arra, hogy segítse azokat, akik szenvedélybeteggé váltak, mondta Felföldi László. Ilyenkor speciális programok, speciális segítségek ellenek, ez a ház erről szól. És egy nagyon nagy ajándék, hogy föl tudunk kínálni szíveket, nem a programok, nem az okoskodás sokszor a legnagyobb dolog, hanem az ember, akik majd itt dolgoznak. Amikor belép valaki feszülten, fáradtan, összetörve, hogyan fogadják? Mit kap az első köszönéskor, az első órában? És ez igaz erre a révházra, igaz egy templomra, igaz egy plébániára, az élet minden területén, hogy hogyan tudunk odaállni azok mellé, akik kérik a segítségünket. Minden csoda, minden igazi változás, az bent történik, ott belül történik. De ebben a saját magamban való hitben elengedhetetlen, hogy nem egyedül vagyok. A Rév új szekszárdi központjának kialakításának teljes költsége megközelítette a 160 millió forintot. Kis kihagyás után idén 7. alkalommal rendezték meg Pécsen a papszülők találkozóját. Az országos esemény mintájára a Pécsi Egyházmegyében szolgálatot teljesítő papok, szerzetesek szülei tölthettek el együtt egy napot. A résztvevők mind egyetértettek abban, hogy a család nagyon fontos, és ez egy jó alkalom a közösségformálásra, a kapcsolattartásra. A Covid miatti kihagyás okán idén 7. alkalommal rendezték meg a papszülők találkozóját, ahol a Pécsi Egyházmegyei papok, diakónusok, szerzetesek szülei tölthettek együtt egy napot. Kovács Józsefné rendszeresen részt vesz a programon. De önnek ez hosszasabb viaskodás után döntött végül is úgy, teljesen titokban dolgozott, és egyszer csak hazajött, és azt mondta, hogy anya, felvettek Esztergomba teológiára, és innentől kezdve már nem volt mit tenni, elfogadtam a döntését, és jól tettem, mert látom, hogy nagyon boldog. Én úgy látom, hogy a szívvel, lélekkel, teljes odaadással csinálja. A siklósi emberektől én azt hallottam, hogy nagyon szépen összefogja a várost, a gyerekeket, nagyon sok gyerek jár azóta minisztrálni. Én is egyszer, ugye elég messze lakunk, de azért időnként eljutok én is, és meghallgatom a miséjét. És azt látom én is, hogy szeretik az emberek, és látom rajta azt, hogy boldog. A Kocsis család Szekszárdról érkezett, fiúk pedig diakónusként szolgál. Őt be, annak idején építőipari szakközépiskola Pécsre adtuk be. Na, röviden elvégezte, bevonult katonának, leszerelt. Azt mondja egyszer hazajön, hogy ő beiratkozna Pécsre, de az egyház megyébe. Először azt hittük, pap akar lenni. Örültünk, de jó, menjél fiam, menjél. Na, és akkor végül diakónus lett, és Szekszárdon teljesít szolgálatot. Nem is tudom kifejezni ezt a boldogságot és örömet, mert az előzmény az, hogy ő nagyon jó tanuló volt. Végig kitűnő tanuló volt, és itt a Pollákba járt iskolába, és ő, mint hitoktató, úgy azt kezdte el, mint hitoktatóként, és ott is annyira jó volt, hogy átjelenkezett aztán a főiskolára. Nagyon családcentrikus családban nőtt fel, és úgy látjuk, hogy ő is ugyanígy. Mind a jó Istenhez, mind az emberekhez a viszonya az nagyon jó. Cof Józsefné lánya és fia is az egyház kötelékében dolgozik. Az édesanyja azt mondja, úgy érezte, csak rövid időre kapta őket nevelésre, hogy aztán továbbadja az Úrnak őket. Először a pap fiam egyre csendesebb lett a Nagylőzs gimnáziumban, én próbáltam neki segíteni pályát választani, és egyszer csak mondta nekem decemberben, hogy anya, én pap leszek. Azért ijedtem csak meg, mert túl fiatalnak éreztem, és mondtuk, hogy végezzen el előbb egy iskolát, és utána menjen papnak, de ő úgy döntött, hogy rögtön megy. Nagyon elfogadtuk, és örültünk neki. És
és azóta is szurkolunk neki, hogy kitartson. Hát ő Németországba ment ki egy közösségbe, és azóta is ott van. A Szent Pál Székesegyházban szentelte a akkor még Ratzinger bíboros atya, és a Ferenc Eszeletes kislányomnál is így nagyon érett a hivatás, ő már hegedű tanár volt, és még Ausztriába ment ki, mert 89-ben még nem lehetett szerzetbe menni, és azóta viszont itt van, Bükszentkereszten van jelenleg, egy Betlem lelki gyakorlatos házat vezet, és orgonál, és gitározik, és hárfán is játszik most már, de nagyon elkötelezett szerzetes, hál' Istennek. Mind a kettőnek nagyon örülünk, és hát persze a 15 unokának és a most jövő 10. dédunokának is. 2013-ban indult el egyébként a pécsi találkozó, ugyanis az országos többnapos eseményt a Pest megyei Tahiban szervezik, a feljutás azonban sok már nyugdíjas szülőnek gondot okoz. Nagy szervező munka volt, mert semmiféle névsor nem állt rendelkezésre, tehát azzal kezdődött, hogy az összes létező egyházmegyés papot fölhívtam, akiről még gondoltam a kora miatt, hogy lehetnek szülei. Elkértem az elérhetőségüket, és aztán végighívtam a szülőket, és elmondtam ezt, hogy mit szólnának ehhez az ötlethez, és nagyon nagy lelkesedéssel fogadták, mert az egy napot azt mindenki tudta vállalni. Sajnos éppen erről majd ma fogunk megemlékezni, hogy ez alatt a néhány év alatt már éppen 10 olyan szülő van, aki nem lehet velünk, és ebben az utóbbi 2 évben 6-an vannak, akik sajnos most már, ahogy mi mondjuk, ott fönn a nagy égi találkozón vesznek részt. És ami még érdekessége ennek a mai találkozónak, hogy felföldi püspök atyával először vagyunk együtt. Az eseményen a szülők mellett papok is részt vettek. Nyúl Viktor úgy fogalmazott, a család nagyon fontos, az ilyen rendezvények pedig jó alkalmak arra, hogy tartsuk egymással a kapcsolatot. Ez a szülők számára is, édesanyák, édesapák számára is nagyon fontos, megerősítő tapasztalat, és megosztják örömeiket, nehézségeiket, egy közösség formálódik, de nekünk papoknak, nekem személy szerint is fontos, hogy szüleimmel ilyen módon is találkozhatom, egy közösséget alkotunk. A család nagyon fontos, és az is nagyon fontos, hogy ezt a közösséget így megéljük, papszülők, papok együtt. Úgy gondolom, hogy megerősítő tapasztalat ez, illetve imádkozunk egymásért. Ez a közösség imádkozik egymásért. Nem csak a saját gyermekükért imádkoznak a papszülők, hanem a többi papért is. Bizonyos értelemben egy nagyobb családdá formálódott a papszülők és papoknak a családja. Felföldi László lélekemelő gondolatokkal köszöntötte a szülőket. A megyés püspök biztosította az édesanyákat és édesapákat arról, hogy bármikor fordulhatnak hozzá, ha segítségre van szükségük. Pécskertvárosban vallják, hogy a bábokkal evangelizálni is lehet, segítségükkel még erősebb közösség építhető. Tóbiás, aki színesebbé teszi a diákmiséket, a gyermeki vidámságot, nyitottságot szimbolizálja. A gyermekek már akkor is örülnek, hogyha magyaráz, beszél a bábú, de amikor bekapcsolódhatnak kérdéseikkel, válaszaikkal, még élőbbé, színesebbé teszik a misét. Pécskertvárosban nagyon sok kisgyermekes család él. A Szent Erzsébet plébánia templomában a tanév során évtizedek óta tartanak diákmiséket. Azért, hogy még többen látogassanak el vasárnap délelőtt a templomba, a helyi plébános Pavlekovics Ferenc és az egyik hitoktató Oratics József azt találta ki, hogy egy báb közvetítésével juttatják el az evangéliumi tanítást a legkisebbekhez is, bevonva őket is a szertartás menetébe. A báb nevet is kapott. Ő lett Tóbiás, aki gyerekfejjel közeledik az evangéliumi történetekhez, miközben elmeséli csinytevéseit, melyeknek mindig van tanulsága. Olyan szép volt a bevonulás, láttam kintről minden, és olyan gyönyörű volt, ahogy a szülők áldást adtak, és annyira jó, mert most már tudom, mi az az áldás. Igen? Igen. És képzétek, én is kaptam áldást, nem olyan régen. Elmesélhetem? Na, mondd el, mit? Képzétek, Feri atya, képzétek, gyerekek, apukámtól kaptam áldást. Azt történt, hogy gondoltam, segítek neki, és lenyírom a füvet az új fűnyíróban. Na, ez nem sikerült, mert tönkre tettem a fűnyírót, és kijött apukám, és azt mondta, hogy a jó Isten áldja meg Tóbiást.
Közben egyre többen lettek a gyerekek is a misén. Ami a kísérőszülőket, nagyszülőket leginkább megfogta, az a spontaneitás. A vezérelv mindig az, hogy a szituációkból mi hozható ki, mivel mozgathatók meg a gyerekek, hogyan alakítható az igehirdetés párbeszéddé, hogy a báb kérdéseire megnyíljanak a kicsik. Az alapötlet, azt úgy merítettük egy kecskeméti plébániának a gyermekmise videóján láttuk, hogy ott az atya egy bábbal beszélget, ott egy, azt hiszem, egér báb volt egészen pontosan, és mi már nagyon régóta gondolkodtunk Feri atyával, hogy hogyan lehetne a gyerekmisét egy picit még hangulatosabbá tenni, és akkor jött ez az ötlet, hogy mi is egy bábot alkalmazzunk, és ezt a bábot beöltöztessük egy picit. Ez egy hosszú egyeztetés után azon gondolkodtunk, hogy semmiképp nem szeretnénk állatfigurát, tehát valamilyen emberfigurába gondolkodtunk, és a Tóbiás karakternél pedig úgy döntöttünk, hogy egy csibész szeretnénk, aki igazándiból beszólogat, poénkodik, viccelő. Ezzel egy kicsit a gyerekek tudnak azonosulni. Ugyanakkor Tóbiáson keresztül szeretnénk egy utat bemutatni, hogy ez a csibész gyerek hogyan jut el Jézus által egy jobb életre és egy jobb barátságra. Nagyon érdekes, hogy sokszor felnőttek jönnek oda, és mondják, hogy mennyire élvezik Tóbiást, és múlt alkalommal megkérdeztem az egyik felnőttet, hogy mi az, amit szeret benne, és mondta, hogy ő gyerekkorából merít, és akkor rájöttem, hogy valószínűleg én is a saját gyerekkorom csibészségeit öltöztetem Tóbiásra. Ennek megvan a tematikája, ez egy kéthetes tematika, két hetente jön el Tóbiás a gyerekmisékre. Ilyenkor általában a Szentmise aktualitásához alkalmazkodunk. Ha van lehetőségünk, akkor az evangéliumból merítünk, ha ünnep van, akkor az ünnepet próbáljuk felölelni, és azokat a kérdéseket járjuk körbe, amiket a gyerekeket érdekelheti, amikről hittanórán is beszélgetünk, és ebbe belecsempészük Tóbiás csibészségét. Amikor a báb beszél és magyaráz, már az is leköti a gyerekeket, de amikor bekapcsolódhatnak kérdéseikkel, válaszaikkal, akkor élővé, személyessé válik a szertartás. Hát, kedves nagyon figyelnek titeket, úgyhogy sok sikert kívánok, ne izguljatok. Jézus jó barát, én tudom, higgyétek el. Én meg sietek haza, mert apukám vett egy új sörényvágót. Szerintem kipróbálom. Isten áldja a gyerekek! Sziasztok! Szia Feri atya, dicsértessék a Jézus Krisztus! Tóbiás a nyári szünet idejére a nagymamájához utazik vidékre, hogy szeptemberben visszatérjen Pécsre. Oratics József elárulta azt is, hogy elképzelhető, hogy a jövőben Tóbiás testvére is meglátogatja majd a kertvárosi gyerekeket. Önök a Pécsi Egyházmegye Hitvallás című műsorát látták. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!